Itt vagyunk Budapesten a Műcsarnok lépcsőinél. Mindjárt meg fogjuk tekinteni a Magyar Építészeti Szalomban tartott Csete életmű kiállításnak a finisszázsát. Sulyok Miklós művészettörténész fogja ezt a kiállítást végigkalauzolni. Számunkra, a Pajtak út számára viszont azért fontos ez az életmű, egyrészt mert személyes ismeretség volt Csete Györggyel, ő a Kishegyesi Dombosfestre felajánlott egy tervet, előtte ott volt építésztáborban nálunk többször is, és hát tulajdonképpen a saját építészetét két magyar szóban fogalmazta meg, a hajlít és a hajlék. Szereztünk egy vesszőt, ráterhelt, értelemszerűen a vessző meghajlott, aztán szereztünk még 5-öt, 10-et, 20-at, és ezekből a meghajlított vesszőkből tulajdonképpen összeállt a hajlék, amit ő az egész építészetének tulajdonképpen a krédójaként fogalmazott meg. Tehát, hogy pajtakult és puritán építészet, úgy gondolom, hogy Csete György puritán építészete nagyon egyszerűen, de nagyon tudatosan zárta le azokat a tereket, amit ő alkotott, amit ő megtervezett. Érdekes párosban alkotott Dulánszky Jenő statikussal, aki Csete Györgynek a merész ötleteit a statika nyelvére le tudta fordítani, és hát valóban ezek a kupola szerkezetek mindenhol megvalósultak, és essék szó Csete György feleségéről, Csete Ildikóról, aki ezen épületeknek a textil belső dizájnját, belső építészetét tudta megteremteni, tehát igazából a puritán építészet Ildikó tervei alapján egyszerűen kinyílt, legyen az szó akár a tulipán motivumokról, vagy az egyszerű megrajzolt magyar néprajzi motivumokról. Számunkra nagyon fontos volt, hogy a Dombosfesten ezt az épületet meg tudtuk építeni, az 1456-os Nándorfehérvári, illetve az 1956-os magyar forradalomnak szentelte Csete György ezt az épületet. Mi ezt az épületet Kishegyesen a Dombosfest helyszínén a mai napig használjuk. Kiállító tér, közösségi tér, és ahogy a nevében benne van, van benne egy kemence, amit nagyon sok alkalommal begyújtunk, és hát kaják is készülnek ott, ahogy ezt pont Csete György megálmodta és átadta nékünk. Hogy egy nagyon érdekes életműről van szó, sokat gondolkodom azon, hogy nem lett néki egy igazi tanítványa, aki továbbvinné tulajdonképpen ezt a magyar, nagyon puritán sztyeppei építészetet. Ők Makovecz Imrével egyszerre indultak, tulajdonképpen a magyar organikus építészet meghatározó építészei voltak, utána útjaik elváltak, míg Makovecz az iskolájával, nagyon sok tanítvánnyal dolgozott, ezen tanítványok a mai nap meghatározó építészei a magyar kortárs építészetnek, addig én nem tudok Csete György tanítványról. Tehát ezért is érdekes ez az életmű, mert ebben a puritán valójában, egyszerűségében, szépségében tulajdonképpen a magyar tájat díszíti, a Kárpát-medencét díszíti. Nézzük meg, mit mond erről az életműről Sulyok Miklós. Én Szegő György vagyok, a Műcsarnok művészeti igazgatója, és szeretettel köszöntöm a vendégeket. Sulyok Miklós a kiállítás kurátora. Körülbelül egy évvel korábban szervezett a kutatókkal egy konferenciát az MMA segítségével, amiből azt vettem ki, hogy ez a kiállítás startra kész. Elkértem Sulyok Miklóst, hogy csinálja ezt meg. Maga mellé vette Bocsány Bálint, belső építész kollégát, és csináltak egy olyan kiállítást Csete Györgynek, Csete Ildikónak, amilyen így együtt, ilyen méretben nem volt. Örülök, hogy megcsinálhattuk ezt a kiállítást veletek. Köszönöm szépen. Én is örülök, hogy megcsináltam ezt a kiállítást, mert én már az 1980-as évek közepe óta foglalkoztam Csete György építészetével, a Pécs csoporttal. Ő az egyik világhírű alkotója a magyar organikus építészetnek, Makovecz Imre mellett. Az ő orfűn található, Pécs mellett az erdőben található forrásházát minden kortárs építészeti antológia és weboldal tartalmazza. Csete György azért tartotta fontosnak ezt a bizonyos közös fellépést, mert azt a szellemiséget, azt a művészi alapállást, amit ők képviseltek, nevezetesen, hogy anyanyelvű építészetre van szüksége Magyarországnak, hogy jellegzetes helyi építészetre van szüksége Magyarországnak, hogy folytatnunk kellene valahogyan a saját kultúránkat,
a modernista idő törés vagy vágás után. Ezt ő fontosabbnak tartotta, mint az ő egyéni produkcióját. Pécs csoport nem futotta ki a lehetőségekhez képest a teljes ívet, az azért erősen politikailag volt meghatározva. Az a harcmodor, ahogyan a Makovec Imre ezt egy otthoni titkos társaságként művelte, kevésbé fájt a rendszernek, mint aki egy állami vállalatnál akarta ezt a mondjuk a szocialista építőiparral homlok egyenes szemben álló kezdeményezését erre vinni, és őt nem hagyták élni. Ez nagyon találó szembeállítás, tehát a rendszer, az akkori rendszer működését illetően, hiszen Csete a pécsi tervvállalatnál addig tudta csinálni a munkásságát, amíg nem valósítottak meg egy egész nagy nyilvános olyan munkát, ez a paksi lakótelep, az atomerőmű munkásainak vagy dolgozóinak szánt lakótelep, amelyen magyar nemzeti, magyar népművészeti és névtelen művészeti példákból átalakított geometrikus diszeket tettek a házra. Ez a kiállítás, amikor viszont engem Szegő György megkért arra, hogy rendezze a kiállítást Csete munkásságából, akkor nem csak azt tettem hozzá, hogy de azért a Pécs csoport is, hanem hogy Csete Ildikó is. Ugyanis Csete Ildikó, ugye Gyurka felesége, szintén jelentős életművel rendelkező alkotó, a maga területén, a textilművészet területén, amelyet pályája során képzőművészetté alakított át, vagy fejlesztett, ugyanolyan jelentős, mint Csete, vagy mondjuk úgy, hogy majdnem ugyanolyan jelentős, mint Csete a maga területén. A kiáltás címadó harmadik motivuma, vagy harmadik eleme pedig, harmadik témája a Pécs csoport, akik a Csete György 1970-es évekbeli pécsi tervezőirodai fiatal tanítványaiból álltak össze akkor. A csoport addig létezett, amíg föl nem oszlatták őket a paksi, úgynevezett paksi kísérlet, vagy a tulipános házak kudarca nyomán. Ez a felütés, a kiáltás elején, hogy egy szűrös pásztort látunk egy szkafanderes űrhajóssal, ez Csete György szellemében végzett provokáció, hiszen az, aki bejön, és azt gondolja, hogy majd valami szent, nagy építészetet fog látni, az mindjárt látja ezt a kvázi karikaturisztikus, vagy legalábbis ironikus megfogalmazást, vagy mondjuk úgy, hogy groteszket. Ezek Csete Ildikó textíliai. Rávilágítanak arra a kettőségre, ami az ő csoportjukban, az ő gondolkodásukban is jelen volt, vagyis a meglévő magyar tradicionális motivum kincs tisztelete, felhasználása és a technológia abszolút figyelemmel követése. A technológia ugyanakkor Csete építészetének valóban része lett, hiszen az a felülvilágító, amit ott a forrásházon fölül látunk, azon a nagy fotón, a világító kis kupola, az egy olyan gömbszerkezet, és amiből itt látunk egy makettet is, amit mi fából itt elkészítettünk, egy olyan gömbszerkezet, ami Richard Buckminster Fuller, amerikai feltaláló, polihisztor, matematikus, filozófus, zseni műve, egy geometriai találmány, amelyet ő megszerkesztett mérnöki módon arra, hogy hogyan lehessen olyan struktúrát létrehozni, ami tetszőleges nagyságú területet fed le. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egészen nagy méretűre gondoltam. Tehát mondjuk egy várost lefedni ilyennel. Tehát egy ilyen struktúrára törekedtek, ezt Buckminster Fuller kidolgozta elméletileg, és például az 1964-es montreali világkiállításon az amerikai pavilon egy ilyen gömb volt, meg lehet nézni az interneten, elképesztő méretű dologról van szó, tehát épületek voltak benne, vonat ment át rajta. Csete ezt, amikor megismerte Oltai Péter nagybátyja révén, aki Amerikából küldött nekik haza egy folyóiratot, bizonyos Dome Book nevű folyóiratot, a Dome Bookban ennek a szerkezetnek, ennek a Buckminster-féle Fuller-féle szerkezetnek a felhasználása szerepel, mint egy barkács, do it yourself módszerű lehetőség arra, hogy hogyan építsünk a prérin vagy a szikláshegységben sátrat magunknak. Ugye mi hippik. És ez tényleg a hippiknek volt, ugyanis lehetett vásárolni akkoriban is Amerikában ilyen szerkezetet az akkori barkácsáruházban. Lehetett ekkora sátrat csinálni, ekkorát és egészen nagyot is. Mindegyikre megvolt a megfelelő módszer. Csette viszont megörült annak, hogy
Hát ez egy csoda dolog, az akkori világ legújabb technikai térlefedő találmányát használta föl. Ez egy technikai térlefedő szerkezet volt az abadműszakúle. Megkezdték neki, így Csetinek létrejött az a térbeli szervező motivuma, az ő szinte összes épületének, amit Oltai Péter építész kollégája, ugye a Pécs csoport egyik tagja, fénytengelynek nevezett el. Egyszer mondta, hogy te gyurka, neked minden épületedben megvan ez a fénytengely, vagyis hogy fölülről áramlik be a fény lefelé, az épületek szinte mindig centrálisak, különösen a szakrális jellegűek. Más fény forrás, pontosabban más nyílás vagy ablak nincs. Csete térképző eleme ez a bizonyos fénytengely. Ez Cseténél egy mitikus földi világ és az égi világ közötti kapcsolatnak a térbeli megjelenítését hajtja végre. Nem szimbolizálja, konkrétan megépíti, ott jelenvalóvá teszi ezt a kapcsolatot. Igyekeztünk a kiállításon minél többféle módon bemutatni az épületeket és a Csetedikó munkáit. Amikor a Cseteféle nemzeti anyanyelvű építészetről beszélünk, vagy arról, hogy Csetedikó magyar tradicionális formakincset használt föl, akkor nem szabad elfejteni, hogy ők nem népi tárgyak újrateremtésével foglalkoztak. Ők nem a népművészet fiatal mesterei voltak, ők azzal foglalkoztak, hogy lehetne ebből mait csinálni.